Vágja Budainak! Buda jól vezeti a mérkőzést, de nézzük most mi lesz! Buda választják a labdától, szerencsére ott van Bozsik, Zakariás, majd újra Bozsik a labda útja, aztán Hidekuti, egy csel csinál, most lő a pillanatban, gól! Az angol csapatot, újabb szabadrugás a miénknek, az angol védőjátékosok, és már is jó eljönne előre, bravo Lóra! Wright tudja elcsípni a labdát, úgyhogy Robi már is a bal szélsője. Ő befelé vágja, de Bozsiké lesz a labda. Már az időben nekünk mindenkit egy kicsit a felkészülésről. Egy svéd mérkőzést játszottunk elő. A csapatát dicséri, hogy a Gyula említette ez a mérkőzés után, mert eredeti úgy volt, hogy 6-2 volt 1936-ban, ellen a csapat ellen 6-0-ra nyertünk. Bozsik szerel, az angol térfélen. Egy pillanatban vágja előre a labdát, és Bozsik lábvezető azonban nem ítélte meg. Ezt nem csak a filmen lehet jól érzékelni, hogy menj, hogy nézte el. A kapu kirúgás után a hatosról íveli előre, most már hosszabb a Taylori a labda. Taylor átvágja a másik oldalra, Bozsik azt teremét, aztán íveli Bozsik mellére. Bozsik magyogóval játszik, Bozsiknak adja, Bozsik leállítja a labdát, azonban elfejelik előle, miután fölpattant. Majd Bozsik azonban megállítja, és már is Bozsik előreadása hideg. Amely megszerezte a labdát, Puskási, Puskás Bozsiknak adja. Bozsik egy csel csinál, ott vagyunk az angol tér. Bozsiknak, Bozsik lapossan tovább Hidekutinak. Emelkedett hangulatban vagyok, mint ott a Wembley, a tájé pálya, egy magasságban a 16-as, talán már a győzelmet is. Hát a jó játék. Vágódik a labda Bozsik fejére, onnan hát Bozsik fejére száll a labda, Bozsik fejéről buszától. Bozsik készülődik neki a labda elrugásának. Puskás beleteszi a lába, gól! Gól! A bal összekötő igyekszik előre törni, Taylori a labda, de Bozsik. Angol védelem, de megint Bozsiké a labda. Hogy játszik a Bozsik? Csodálatosan. Előre teszi Tibornak a labdát. Tibor, Kocsis kiöklözi, Bozsik megtrik, hosszú ívben küldi előre. Kocsis leveszi a labdát, hátra jön ő is a védő. Bórán fejeli ki, aztán Kocsisi a labda, Kocsis Bozsiknak. Bozsik állítja le a labdát, följön megint a magyar védelem, a csatásról fölsorakozik a 16-oson. Tibor felé száll a labda, de egészen messzire, messzire. Adja ki a labdát, Bozsik fejeli most ezúttal hátrafelé. Tovább kerül Bozsikhoz, aztán újra Hidekuti a labda. Most a pillanatban Bozsiknál van a félvonalon. Bozsik megfordul, vigyázz Bozsik, menjünk, úgy van Budaiáig cselezek sokáig, megint robban szélsői a labda. És elvégzésének is pedig a félvonalon túl 5-6 méter az angol térfélen vagyunk, néhány centiméterre csak a fél. Taylor tovább teszi, Mortensennek, Bozsik most átmegy, akik az angolok el, ívelődik a labda, Bozsik feje. Tovább Tibornak, Tibor Budainak, Budai elviszik a labdát, Bozsik utána nyargal, fény megy a labdáért, megy, és az alapvonal előtt elcsípi. Most ott van megint Bozsiknál a labda, a 16-osról lövés, gól! Miután az a lábára száll, Bozsik fejjel kicsit jobbra küldi Buzánszkinak, tovább, de aztán angol játékosi, Bozsik fejjel vágja előre, Bozsik fejéről kerül vissza a labda, Bozsik állítja meg! Bozsik aztán ragyogóan, fölényes nyugalom. Kuti Bozsiknak hátrafelé, a magyar térféről indítja el Bozsiknak. Bozsik a bal összekötő helyén van, most adja Pucs és Remzi is a hatalmas erejű. Az eredmény tehát 6-3, amikor most, miután az autóbás következett, Gyueli a labda, Gyueli Almatin. Íveli előre, Kocsis fejére a labdát. Onnan tovább kerül, úgyhogy hazaadja a labdát. Nagy fölénye, Bozsik állítja meg, hátrafelé. Télornak adja, Télor a 16-osnál továbbítaná. Bokszerel, tovább adja a labdát, és nem sikerült Lórán fejese, azért perdült az hátrafelé. Szabadrugás, Bozsik végzi el, íveli előre a labdát, Kocsi szalad a összekötőjét. A pillanatban a kapja jól, ott van egy pillanatban, Mortensen előtt, de Bozsik megint csak szerel. Hát megszerzi a Dickinson, rossz helyre száll, Bozsikhoz a labdája. Bozsik áttör az angol térfére, megállítja egy pillanatra. Budai azonnal hátra húzódik, amikor Bozsik előre tör vele. Most mondani, bedobás következik a miénk javára. Bozsik ott van a 16-ossal egy magasságban, jobb lábbal íveli be Fuelnek, az angol bal összekötőnek. Most már az angol térfélen, mert még ott pattog a labda, amikor Bozsik vágja Budai, meg a magyar védelem a labdát, hogy Bozsik a jobb hát véd. E pillanatban oda tovább, de ott megszerzi Bozsik a labdát, Bozsik viszi, még mindig nála van, becsapja az angol játékos a 16-oson belül, előre vágódik a labda az angol magyar térfélre, és Bozsik most már a magyar 16-os vonalánál, pillanatban Bozsik kapja meg a labdát. Átível a másik oldalra, ott Kocsis fejéről kerülne, Budai fejjel tovább hátra Bozsiknak, csodálatos, szépen játszanak megint a fiúk. Bozsik átmegy a védőkön, Puskásnak, de most egy pillanatban is hazaadja. Az elő, ott van azonban egy pillanatban. Igen, hát ezt az angolok találták ki. Közben szabadrugás járt, tehát ez Bozsik kifeje.